A nyári tantermet Vajda Attila iskolaigazgató kíséretében Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár és Nyilas Leona Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke adta át rendeltetésére. A tartományban ebben az évben jelentős összegeket láttunk elő a költségvetésben az oktatás céljaira, és több év után először az általános iskolák, középiskolák felszerelését is megcéloztuk. Ebbe tudott beleférni ez a projekt is. Itt. A Magyar Nemzeti Tanács hordozható számítógéppel és értékes könyvcsomaggal járult hozzá az Orom iskola fejlesztéséhez. Felszerelésre pályázott az Arany János iskola, minden épülete kapott laptopot ez alkalomból, így a karácsonyi ajándék gyanánt örülhetnek neki a gyerekek. Mind a mellett azonban 2 millió dinárt ki tudtunk választani könyvcsomagok osztására, mely most minden vajdasági iskolában, ahol magyar nyelven folyik tanítás, a napokban elvisszük. Több oka is volt annak, hogy a 10x8 méter alapterületű nyári tanterem csak december végére készült el. Már júniusban a Naftagáz előlátta pénz számunkra, azonban névváltoztatás is közbe jött, és az Arany János nevet ugye felvettük a Kis Ferenc helyett, ez pedig azt eredményezte, hogy a jogviszonyokat, vagyis a névátírást el kellett végezni, akkor a községi költségvetésnek is meg kellett várni az úgymond rebalanszát. Még a nap is kisütött az Oromi Arany János Általános Iskola nyári tantermének december 22-i átadásán. A gyerekek nagy boldogan vették birtokukba az új nyitott tantermet, és remélhetőleg tavasszal nagy hasznát veszik majd.